Jó estét kívánok, 2017. 7. hónap 7-én, 7 óra, este 7 óra, 37 perckor, hogy a hetes számok bűvöletében legyek én is, ahogy azt hallották a Híradó című műsorunkban. Nem véletlen ez a sok hetes, hiszen 907. 7. hónap 7-e volt az, amikor a pozsonyi csatát a magyar hősök megnyerték, és ezzel biztosították azt, hogy mi itt élhessünk Székesfehérváron, magyarként, és a Kárpát-medencében feltölthessük ezt a csodálatos vidéket. Az, hogy én ilyenfajta bevezetővel kezdem, talán nem véletlen, hiszen magyarokról van szó, továbbra is egy alapítványról beszélgetnénk, egy alapítványról, amelyik segíti a magyarok, magyar gyermekek, magyar dolgozóknak a munkáját, azoknak a dolgozóknak elsősorban, akik küzdenek, akik naponta dolgoznak, és nagyon-nagyon keményen, nem tudom máshogy mondani, küzdenek azért, hogy fennmaradhassunk, hogy működhessünk, hogy mehessen ez az ország. Ez az alapítvány pedig nem más, mint a Videóton dolgozókért alapítvány. A dolgozókat, illetve a dolgozó gyermekeit is gondozza, gondját viseli. És valljuk meg őszintén, azért ez a mi szégyenünk, mi sajtó, elég keveset foglalkozunk ezzel. Hiszen jó dolguk van a gyerekeknek, elmehetnek táborokba, vagy valamit tehetnek, olyat, aminek haszna és értelme is van, és mi meg erről viszonylag kevés hírt adunk, azért, mert sok más számunkra úgy tűnik, hogy fontosabb esemény elviszi a híreket. De ma kimondottan ezzel az alapítvánnyal foglalkozunk, illetve a munkájával foglalkozunk, és Horváth Miklósnőt köszöntöm a stúdióba, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívónkat, aki a Videóton dolgozókért alapítvány elnöke. A kuratóriumnak az elnöke. Igen. Önkormányzati képviselő is, de most nem ebben a minőségben van itt, tehát nem mint politikussal szeretnék beszélni. A következőről van szó. Ma például a gyerekek egy tábor zártak be. De hogyha én jól tudom, akkor ez a tábor nem egyszerűen csak egy tábor volt, ahova szülők befizették a gyerekeket, hanem itt az alapítvány volt az, aki segítette őket. Igen, hát a Videóton az nem csak úgy engedje meg szerkesztő, hogy azt mondjam, hogy nem csak hogy magára talált, hanem nagyon sikeresen működik. És foglalkozik és gondoskodik a dolgozóiról is, a nyugdíjasairól és a gyerekekről is. 1998-ban hozott létre egy alapítványt, és engem az a megtiszteltetés ért 2006-ban, hogy akkortól kezdve az elődöm után illettem ennek az alapítvány kuratóriumának az elnöke. Azt kell mondanom, hogy ez az alapítvány 98-ban egy 16 milliós összegből gazdálkodott, és most az utolsó években 80-100-120 milliós alapítványról beszélünk. Éppen erre az adásra, beszélgetésre készülve nézegettem, hogy 2011 és 16 között, tehát az utóbbi 6 évben 530 millió forintos kiadásunk volt, és ebből az 530 milliós kiadásból az utolsó években pontosan azért, mert a Videóton dolgozókért alapítvány úgy gondolta a alapítónk is, és a kuratórium is, hogy nyitanunk kell a város felé, és ez a VDA, ez tulajdonképpen nem csak a Videóton dolgozókért alapítvány, hanem ezt úgy értjük, hogy a városért dolgozókért alapítvány, tehát egyre több programot támogatunk, kulturális programokat, egészségügyi programokat, olyan szervezeteket, amelyek úgy érzik, hogy szükségük van rá, katonasírok gondozását, és ebben az utóbbi 3 évben erre 25 millió forintot elköltöttünk. Hogyha tehát jól értettem az előbb, amit tetszett mondani, azért megrekedtem egy pillanatra, mert annak idején csodálatos számok voltak, 15-20 ezer dolgozója volt a Videótonnak. Ma talán ennyi nincsen. De mégis a város legnagyobb foglalkoztatója, mondhatjuk. Hát nézze, most is, nem Székesfehérváron 8 ezer dolgozó van, de egyébként nem csak Székesfehérváron vannak dolgozói, hanem van Kaposváron is, van Marcaliban is, Törökszentmiklóson is, Győrben és van Videóton vállalat, tehát ezért ez egy nagy holding. És ez a nagy holding, ez 140-150 milliárdos éves árbevétellel dolgozik, és olyan eredményesen dolgozik, hogy 10-15% között árbevétel arányos nyeresége van. Tehát nagyon gondosan, nagyon jól helyezkedik el a piacon európai viszonylatban is, és a tulajdonosok, és amit kell tudni, hogy ez kizárólagos magyar magántulajdonban lévő cég. És ezt szinte a semmiből fejlesztették föl, akkor, amikor 1991-ben, 91 után megvette az új tulajdonos, mert akkor azért tudjuk, hogy sajnálatos módon
tulajdonképpen a piacokat szinte teljesen elveszítette a Videoton, és 3,5-4 ezer dolgozóval maradt itt. Tehát ez egy nagyon nagy fejlődés, és tulajdonképpen ez a vállalat, ez nem a szerelő anyagból él már, hanem nagyon nagy hozzáadott értékkel, készterméket gyárt. Hát nincsen az autóiparban, vagy az elektronikai iparban, akár Európában, vagy világviszonylagban szinten már olyan termék, amiben a Videotonnak ne lenne benne a munkája. Az egy más kérdés, hogy nem Videoton márka néven fut, de a Videoton dolgozók csinálják, és a Videoton dolgozók nagyon büszkék erre. Én magam különösen nagyon büszke vagyok, és nagyon sokat köszönhetek a Videotonnak, mert életem 40 évét töltöttem ott, és cselekszem 40 évemet. Annak idején a 25. évfordulón egyébként éppen Széles Gábor volt itt a vendégünk ugyanebben a stúdióban, évelején, 2017 elején, az új Videoton 25. Igen, évfordulóján. Viszont nézzük akkor az alapítványt, mert igazából igen. Erről szeretnénk beszélni. Az alapítványnál említette azt, hogy különböző programok mentén támogatnak emberkéket, embereket. Nem csak emberkéket, hogyha jól értelmeztem, vagy ha jól értem. Felnőtteket is, tehát itt a dolgozókért alapítványt. Nyugdíjasokat, gyermekeket, igen. Ezekről a támogatásokról igen. Hát ez alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy milyen ágazatokban van, a szociális, kulturális, sport és egyéb a egészségügyi támogatásokról beszélhetünk. Ez az elmúlt évben közel 100 millió forint volt. Az, ami a mai nap apropója volt, az, hogy minden évben csinálunk gyermektábort, de olyan gyermektábort, ami teljesen ingyenes a dolgozóinknak. 2x2 hetes turnusban, remek programokkal, a gyerekekre 15 fős turnusokban pedagógusok vigyáznak, ők tanítják őket és viszik ezekre a programokra, és nem csak, hogy elviszik őket különböző nagyon hasznos, tulajdonképpen ismereteket szerző programokra, hanem utána ezt rögzítik is. Minden másnaponként akkor ezekből emlékeikből kvízjátékokat tartanak. Tehát visszakérdezik, hogy milyen emlékeik vannak, mi az, amit ott láttak, milyen élményekbe gazdagodtak, és rendkívül lelkesek, nagyon érték, és ez tulajdonképpen ez az év, minden évnek van egy központi témája, ez az évnek a 2x2 hetes turnusában a hagyományőrzésről van szó, és elsősorban ilyen jellegű programjaik vannak. Mi az elnök, nem az elnököt, elnézést kérek, a táborvezetőt, meg is kérdeztük a programokról elsősorban, hallgassuk meg először őt, hogy a táborvezető hogy is látta az idei tábornak, a mostani tábornak, amit éppen ma zártak a gyerekekkel, a program, és utána visszatérünk majd ide, kérem a bejátszást. Évek óta együtt dolgozunk a pedagógusokkal, nagyon jó pedagógus társak vannak. 3 gyógypedagógusunk van a táborban, és ez a 4 hónap a hagyományok jegyében zajlott, tehát próbáltuk a gyerekekkel a néphagyomány köréből sok mindent megismertetni. Azon kívül olyan kirándulásokat terveztünk, ahol ezt ők is meg tudták tapasztalni. Voltunk például Ászáron, ahol a Dél-Dunántúlnak a kis házait láttuk, régi építészeti stílus, 22 kis ház. Menni fogunk a jövő héten Tésre, ott a tési szélmalmok. Tehát a gyermekeinkkel megpróbáljuk a népszokásokat, az öltözködés, az ételeink, tehát a régi hagyományos ételeket is, meg az újakat is természetesen. 6 csoportunk van, és mindegyik csoport más színű, mindegyik csoportban van egy pedagógus. A táborunkban van több autista kisgyerek is, akik nagyon jól beilleszkedtek, és nagyon szakszerűen tudunk velük foglalkozni. Kolléganőim mindent megtesznek, odafigyelnek. A korosztály 1-től 8 osztályig járnak a kisgyerekek, és hát rengeteget dolgoztak, tehát volt minden héten kézműves foglalkozások, egy héten 2-szer, azon kívül van egy olyan, hogy dalol a tábor, tehát népi dalokat tanultak a gyerekeink, népmeséket, és most itt a záró műsoron, itt lesz a döntő.
Most pedig ez egy ilyen hagyomány, hogy az utolsó, tehát az első két hétnek a zárásaként tartunk egy vetélkedőt. A két hét alatt tanultakból, és 6 állomás lesz, minden állomáson egy pedagógus. Lesz, ahol például métáznak a gyerekeink, tehát az is népi játék. Lesz, ahol a kvízkérdésekben pontosan ezek a hagyományos, például az ételekről mozaik képek lesznek. Tehát mindent megpróbáltunk ebbe belesűríteni. De népdalokat, ha népjátékokat is, az a zárója az egész, és a ki mit tud, amit a végén megtartunk. Akkor biztos, hogy minden gyerek megtalálja azt, amit ő itt szeretne csinálni, mert akit egy kicsit az ételek jobban érdekelnek, az azzal, akit inkább a kézműveskedés, az pedig azzal tölthet több időt, mert úgy tudjuk, hogy itt kézműveskedni is lehet, mert erre is kíváncsiak vagyunk ám, hogy miket készítettek a gyerekek ebbe a táborba. Ez bizonyos ilyen kézműves foglalkozások keretében került erre sor, ha jól tudjuk, igaz? Igen, igen, egy héten kétszer jöttek, van fafaragónk, bácsink, a gyerekek nagyon-nagyon várták már, ott ültek készenlétben, hogy mikor jön Gyuri bácsi, és vele csodálatos dolgokat készítettek. Voltak gyöngyfűzők, volt Csuhés néni, és volt egy fiatalember, aki pedig nemezeltek a gyerekekkel, különféle kis terítőket, labdákat készítettek. És ezeket nagyon várták, de természetesen ugye a pedagógusokkal is, hiszen pedagógusok kézügyességük jó, tehát velük is készítettek különböző fakanálbábokat, kígyót, tehát egy csomó olyan dolgot, ami a kézügyességet fejlesztette. Kiállítás is látható ezekből a munkákból. Azoknak van valamilyen rendszere, hogy a fa faragványokat külön, van esetleg ilyen kis verseny, hogy ki lett a legszebb, vagy csak úgy általánosan egy kiállítás ezekből a kis művekből? Igen, ez nehéz kérdés, mert a gyerekek, ahogy elkészítik a kis karkötőt, fülbevalót, vagy faragtak, hát haza szeretnék vinni rögtön, de azért próbáltunk pár darabot összekészíteni belőle, tehát azért ők hazaviszik aznap, hogy a szülők meg örömet okozzanak, vagy megmutassák. Hát, ahogy a táborvezető pedagógustól, Márta nénitől is megtudhattuk, a gyerekek itt azért készítenek mindenféléket, és nem egyszerűen csak táborozgatnak, hanem rendesen aktívan teszik ezeket a népdalok, népmesék mellett, elő is állítanak dolgokat. De ha én jól tudom, akkor a kuratórium elnöke pedig kapott is ilyeneket, amiket a gyerekek gyártottak. Igen. Miket gyártottak a gyerekek egyébként? Sok minden, de hát én többek között ezt kaptam tőlük ajándékba, ezt a kis talkát, meg ezt a dobot, ami így hangzik, és amit hordok nagy szeretettel, ezt a karkötőt is őtőlük kaptam. Úgyhogy, és nagyon kedvesek voltak, tényleg énekel megköszöntöttek, meg megköszönték ezt a tábort, és nagyon várják, hogy jövőbe is jöhessenek. De ezen a táboron kívül én engedje meg, hogy azért én elmondjam, hogy ez a Videóton Alapítvány nem csak a gyerekekre, persze, hogy koncentrálunk a gyerekekre, és most már a székesfehérvári táboron kívül elindult a kaposvári tábor is, ott is a gyerekekkel, ott is több mint 50 gyerekkel ebben az évben, de nagyon nagy jelentőségűnek tartom egyrészt a szociális támogatásokat, amit a vállalat biztosít a dolgozói számára, az iskola kezdési támogatásokat, egyébként pedig havonta olyan a rosszabb vagy helyzetben lévő embereknek, akik megkeresnek bennünket különböző problémáikkal, rendszeresen 1,5-2 millió forint havonta a sima szociális támogatást. De ezen kívül... Élnek az emberek ezzel a lehetőséget? Tehát megkeresik élnek, az alapítványt? Hát azért egy rendkívül nagy adminisztrációval is dolgozunk, mert azért 100 millió forint az rendkívül fontos. Egyrészt, hogy pontosan le legyen dokumentálva, másrészt pedig hát ez sok dologból tevődik össze, és nagyon alaposan megnézzük azt, hogy kinek, mennyi és milyen kategóriákban milyen támogatásokat tudunk nyújtani. De azon kívül az egészségügyi támogatást is rendkívül, azt külön szeretném kiemelni, hogy én úgy tudom, hogy a Videóton dolgozóknál az a bevezetett szűrés az országosan is egyedülálló. Van egy alapszűrési projektünk, és van külön egy menedzser szűrés. És most bevezettük ezt az úgynevezett endokapszulás szűréseket is.
erre az elmúlt évben 25 milliót költöttünk el, és azt lehet mondani, hogy ezt azért szeretném kiemelni, mert itt 2008 és 2016 között közel 5000 embernek a szűrése történt meg, 115 millió forintot költöttünk erre el, és itt 534 főnél találtak súlyos betegséget, 94 fő esetében, hát egy kicsit nézem, hogy pontos számokat mondjak, azonnali beavatkozásra volt szükség, és azt lehet mondani, hogy körülbelül 50 dolgozónknak megmentettük az életét, szó szerint véve. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, tehát nem csak dolgoznak az emberek, hanem figyelünk rájuk, az egészségüket óvjuk, a prevencióra odafigyelünk, és az alapvető egészségügyi szolgáltatáson kívül, ami nyilván van egy nagy orvosi rendelője a Videotonnak, azon kívül ezeket a szűrővizsgálatokat is bevezettük. De ezen túlmenően nyilvánvalóan a sporttámogatásba is, és amit még szintén szeretnék kiemelni, hogy az önkormányzattal is rendkívül jó kapcsolata van az alapítványnak is, és a Videotonnak is. Hát egyrészt a 2014-ben, amikor a Szent Koronának a másolatát az önkormányzat a város számára meg akarta vásárolni, akkor a Videoton alapítványához 6,5 millió forinttal hozzájárult. De azon túlmenően a Deák képtárnál, hogyha kiállítás, Csók István kiállításra 1 millió forinttal, a Szent György Kórháznak a most ebben az évben 1 millió forintot fogunk adni a mentősöknek, de a legutóbbi évben 500 ezer forintot külön adtunk a Izbégi Főorvos úr féle cégnek, ott egy HRMS, egy speciális műszernek a megvásárlásához. És ami nagyon nagy jelentőségű, hogy kitágítottuk mi ezt a teret nem csak a város felé, hanem az országon kívülre. Tehát amikor volt egy olyan felhívás, hogy a kárpát-aljai gyerekeket és az kárpát-aljai és a anyaországon kívüli területeket próbáljuk segíteni, akkor a Videoton első között csatlakozott ehhez a Videoton Alapítvány, és 2015-16-ban összesen 8 millió forint értékben két kárpát-aljai településnek a gyerekeit támogattuk. Olyan tulajdonképpen az étkezésükben, mivel gyakorlatilag az történhetett meg, hogy a szülők azt a pénzt, amit nem arra kellett nekik költeni, az tulajdonképpen a szolgáltatásokra, tehát a fűtésükre például, mert nem tudjuk itthon mi, hogy milyen jó dolgunk van. Tehát, és ebben az évben most a jövő héten is megyünk ki. Hát a Kárpát-aljai ez meg különösen érvényes, hiszen igen, nagyon sajnálatosan. Igen. És a jövő héten is, tehát a 2017-ben is ez folytatódik, sőt, emelt programmal folytatódik. Tehát az alapítványnak volt köze ahhoz a filmhez, ami Kárpát-aljáján készült, a Videoton készítette a filmet magát, igen, azt tudom. Igen, és mi is leadtuk egyébként egyszer, hogy ez szerint az alapítványban volt ebben. Egyébként első között voltunk akkor, amikor 2010-ben ez a vörös iszap katasztrófa volt. Akkor a Videoton Alapítvány 5 millió forinttal azonnal decemberben, karácsony előtt, és hozzánk akkor csatlakoztak nagy vállalatok, mert 9 millió forintot vittünk le, minden család, minden gyermekes család akkor 100 ezer forintot kapott. Tehát az alapítvány valóban azért működik, hogy segítsen, és valóban minden korosztályra odafigyel, mert például fizikoterápia a nyugdíjasaink számára teljesen ingyenes. És ki is használják, és egy nagyon jó fizikoterápiás rendelő van ott. De hát mondom, hogy akár a sportot nézzük, akár az egészségügyet, akár a szociális szolgáltatásokat, például kulturális szolgáltatásokba. A színházban 6 millió forintért színházbérletet veszünk a dolgozóinknak. Minden évben két Mikulás cirkuszt csinálunk a gyerekeknek, ez is olyan 3 millió forint körül van. Minden második évben a Videoton dolgozóknak, a nyugdíjasoknak tartunk találkozót, és 400-450 nyugdíjas eljön, amikor is mindig remek műsor van, nagyon jó vacsora van, és táncolnak este fél 8-8-ig. És meg emlékezünk a régi szép időkre, meg a mostaniakra is, és akkor mindig elmondjuk azt, hogy ez a Videoton él, ez a Videoton lüktet, ez a Videoton egy nagyon jó vállalat, egy európai hírű remek vállalat, és lehetnek büszkék azok a generációk, akik odahozzák a gyerekeiket, mert vannak ilyenek generációk is, akik a Videotonhoz kötődnek, és akiknek, mondom, az egész életük munkája, vagy pedig legalábbis 25-30-40-45 év az, ami a Videotonhoz köti őket. És azért valljuk meg őszintén, Székesfehérváron talán kevés az a család,
amelyik valamilyen módon ne lenne érintett a videótonnal kapcsolatosan. Volt egy nagyon jó mondás erre, hogy aki Székesfehérváron él, az vagy volt, vagy van, vagy lesz videótonos. Igen. A szolgáltatókkal akkor, amikor megszervezik a szűréseket, megszervezik az előbb említett kulturális eseményeket, értelemszerűen kapcsolatba kell lenniük. Ezek a kapcsolatok azért szerint kiterjedtek a városban, teljes, mondhatnám azt, hogy teljesen le is fedi az alapítvány, ismeri a szolgáltatás biztosítókat, és szoros kapcsolatban van vele, színházzal, orvosokkal, orvosi rendelőkkel. Hogyne, természetesen. De ezen kívül az önkormányzattal, ugye említettem, hogy szintén nagyon jó a kapcsolat, nem is véletlenül, de hát nem én miattam, nem, szóval félreértés hát ne esik, nem erre gondolok. Persze, hát az embernek a szíve, itt is van, meg ott is van, persze, igen. Hát mondom, mert az a 40 év mellett azért az nagyon, nagyon szép élményem gyakorlatilag, és nagyon jó nekem ez, hogy önkormányzati képviselőként is kipróbálhatom magamat, ez egy nagy adomány az életemnek szintén, de ez most zárójel. Azt szerettem volna még elmondani, hogy a Bévai Szent Ferenc Alapítványnak van itt egy iskolaháza. Igen. Első között volt az, amikor az önkormányzattól kaptunk, és kértünk és kaptunk bérlőkijelölési jogot, és a Szunyog utca 9-ben megalapult először ez a Bévai Szent Ferenc iskolaház. Hát azt kell mondjam, hogy ott akkor a vezérigazgató vezetésével a hétvégeket ott töltötték a vállalatvezetők. Fúrtak, faragtak, festettek, lambériát készítettek, mindenki effektív kézzel hozzájárult azzal, hogy az szép legyen és működjön. Akkor ahhoz az alapítvány, akkor az induláshoz adott 1 millió forintot, és azóta is mi fizetjük a rezsijüket, az éves rezsit. A másik kérésünk az volt a önkormányzathoz, hogy szeretnénk elindítani egy fecskeházat, magyarán azt, hogy a kezdő szakembereknek adjunk egy lehetőséget, hogy kedvező körülmények között tudjanak ott lakni, takarékoskodjanak, hogy tudjanak a fizetésükből félretenni, hogy majd meg tudják alapozni azt, hogy önálló életet kezdjenek. És ez pedig a Rácz utca 23-ban van. Ott tulajdonképpen a bérleti díjtól kezdve a teljes rezsig mindent az alapítvány fizet, és hogyha ezt a kettőt összeadom, ez éves szinten 3 millió forint szintén. Tehát én tényleg órákat tudnék beszélni arról, hogy milyen széleskörű és milyen kiterjedt az alapítványnak a működése, mennyi mindenre odafigyel, de ehhez az kell, hogy olyan alapítónk legyen, aki rezdül mindenre. Tehát a problémákra azonnal fölhívja a figyelmet, az emberekre odafigyel mindenütt, hogy hol kell segíteni, hol kell odafigyelni, kinek kellene segítséget nyújtani, akár lelkileg, akár úgy, hogy beszélgetéssel, akár úgy, hogy támogatással, pénzzel, foglalkozásokkal. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy azt kívánom minden dolgozónak, hogy olyan vállalatnál dolgozzon, ahol ilyen alapítványt működtetnek, ahol tulajdonképpen ilyen lelkülettel működtetnek egy alapítványt az alapítók. Azt meg lehet említeni egyébként, hogy a 98-as alapításkor kik voltak azok, akik alapították, vagy ennek nincsen jelentősége? A két vezérigazgató, Sinka Otto és Alakatos Péter az aláírója az alapítványnak. Azért valljuk meg őszintén, én itt az elején említettem, hogy mi sajtó is hibásak vagyunk, hogy keveset beszélünk például az alapítvány munkájáról, meg az alapítványról, de azért az alapítványnak is elég rossz a PR-ja, mert nem nagyon értékesíti saját magát, pedig látnivalóan én most, hallom, hogy mennyi mindent és mennyire átfog a szűrésektől kezdve a gyermekek táborozatásáig foglalkoznak, mikkel foglalkoznak. Igen, mert úgy gondoljuk, hogy ez most nem egy exhibicionista dolog, tehát itt nem arról van szó, hogy itt most mi magunkat eladjuk azt, hogy mi mennyi mindent csinálunk, hanem a háttérből próbálunk segíteni, de az biztos, hogy én azt hiszem, hogy ez a tábor, ez egyrészt nagy lökést adott ahhoz, hogy ismertebbé váljon a munkánk. A dolgozóink nyilvánvalóan tudják, hát hiszen élvezik a szociális támogatásokat, élvezik az egészségügyi lehetőségeket, amiket igénybe vehetnek. De ez egy nagyon sikeres dolog volt, hogy a szülők tulajdonképpen, ha kell, egy hónapon keresztül teljesen ingyen, étkezéssel, gazdag programokkal, pedagógus felügyelettel,
olyan élményben részesíthetik a gyerekeiket, és ráadásul minden nap találkoznak velük, tehát nem arról van szó, mert korábban is volt tábor, csak Zánkán volt például, és akkor ilyen egyhetes turnusokba váltották egymást, és akkor azért kiszakadtak a családi körből. Így meg hazamennek, és nagy örömmel olvassuk azokat a szülői leveleket, amikbe írják, hogy a gyereknek be nem áll a szája, elmeséli, hogy mi történt, és izgalmas, és nagyon jó volt, és nagyon jól éreztük magunkat, és tele vannak élményekkel, minden egyes látogatás, vagy valami, ahol elmennek, valamit megtapasztalnak, azt otthon a szülőknek elmondják feltétlenül, és azt mondják, hogy ugye jövőre is jöhetünk. És egyébként ez így is van rendjén, hogy a gyerekeknek be nem áll a szájuk. Mi is oda tettük a mikrofont, és mi nekünk is beszéltek a gyerekek, megkérem a kollégákat, hogy játsszák be. Kirándulni járunk, kézműves foglalkozások vannak, egyéb, hát ebben az évben most népdalokat énekeltek a kisebbek, és ilyen hagyományőrző dolgokról beszélgettünk. Mik a kedvenc programjaid ebbe a táborban? Mert ha jól tudom, te is már évek óta oszlopos tagja vagy ezeknek a nyári táboroknak. Milyen programok vannak, amik igazán a szívedhez nőttek, és melyik a kedvenced? Hát igazából idén volt, amikor kirándulni voltunk, és ellátogattunk egy foci akadémiára. Beszéljünk a kézműves dolgokról. Mondjuk lehet, hogy te sportosabb vagy, de te szereted a kézműveskedést? El vagyok vele úgy, ahogy, de igazából szeretem is, meg nem is. Attól függ, hogy melyik milyen, vagy hol milyen dolgokat szoktunk csinálni. Mondjuk gyöngyfűzés, vagy fafaragás, mert azt is hallottam, vagy inkább mind a ketten ehhez a közösségi ilyen népi játékokhoz vonzódtok? Hát, mikor hogy? Attól függ, hogy milyen csapat van itt a táborban. Mióta jársz ebbe a táborba? Ez volt neked az első éved, amikor ide jöttél? Nem, én már első óta járok, én most negyedikes vagyok, mind a négy évben jöttem, és mind a két turnusban járok. A programokat nagyon szeretem, minden héten kétszer megyünk kirándulni, és utána pedig vízkérdések vannak, ami nagyon jó ajándékokat lehet nyerni, és a tanárok is nagyon kedvesek. Mindig vannak programok, labdajátékokat is szoktunk játszani, és most a tábor a néphagyományokról szól, meg ehhez kapcsolódik, és ehhez kapcsolatban vannak körjátékok, és ezekről beszélgetünk. És mi a helyzet a kézműveskedéssel? Te is csináltál valamit? Igen, szoktam menni gyöngyöt fűzni, van még fafaragás, nemezelés. Mit készítettetek ebből a csuhéból? Mennyire nehéz a csuhéból készíteni bármit? Mi bábút csináltunk, és az nekem eléggé jól ment. Az egyik része az nem nagyon ment, mikor a kezét kellett megcsinálni, de utána abba is belejöttem, és végül szépre sikerült a babám, és az is tetszett. 3 éve elsős korom óta járok ide. Ha már egy fiúval beszélgetek, akkor a sportról is meg kell, hogy kérdezzelek. Szeretette a sportolást, vagy inkább a rajzművészet felé hajlat? Mindkettőt nagyon szeretem. Szeretek kosarazni, meg focizni is, de a rajzolást azért jobban szeretem. Mióta rajzolsz? Jársz a rajzszakkörre iskola mellett? Hát nem járok rajzszakkörre, de gyakran rajzolok iskolában, meg így az ilyen kirándulásokon készült fotókról is készítek egy párat. Mi leszel, ha nagy leszel? Rajzművész vagy festő? Grafikus? Hát gondolkoztam már ezen. Egyelőre még nem tudom, de remélem, hogy valami ilyen tervező szakörre fogok járni, hogy azt is hasznomra váltsam az életemben. Hát igenis, éljen a Vidi tábor, én is azt mondom, csak én nem kiabálhatok. Héder Áront az előbb ugye hallgattuk, hogy,
hogy miket rajzol, és nagyon szeret rajzolni, és valóban, én azt hiszem, hogy ő talán még ott az aszfalton is csinált egy rajzot, és csinált egy rajzot, amit egyébként be is hozott ide nekünk Horváth Miklósné, egy ilyen rajzot, ami a Kisvasútról szól, ahol egyébként kirándulás közben, amit kirándulás közben láthattak is személyesen, kimondottan szépen rajzol egyébként Áron. Azt hiszem, hogy elégedettek a gyerekek azzal, ami történt. Igen. A kolléganőm, amikor csinálta velük az interjút, teljesen egyértelműen látta, hogy csillogtak a szemek, és boldogok voltak, hogy itt lehettek, egy kicsikét bántak, hogy vége van. Az szokott történni ilyenkor, és bizony minden tábornak a lezárásakor, hogy a pedagógusok és a gyerekek együtt sírnak, mert nagyon megszeretik egymást. Tüneményesek a pedagógusok, igazi pedagógusok, tehát annyira együtt élnek a gyerekekkel, és annyira jól jártunk velük, minden évben velük szintet visszajárnak folyamatosan a táborba. És megtaláljak velük a hangot, a gyerekek is ővelük. Tehát ez egy olyan nagyon családias lett, és nagyon élvezik. Pedig hát vagyunk meg őszintén, azért nem volt kevés gyerek. Hány gyerek is volt most ott a táborban? 110. 110 gyerek, hát azért... A második turnusban is annyi lesz. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a pedagógusoknak folytatódott az év. De és gyakorlatilag úgy van, nem biztos, hogy pont 220 gyerek effektíve, mert van, aki dupláz. Tehát olyan kisgyerek, aki egy hónapig van. Uh-huh. És ez semmi akadálya nincs. Hogyha a szülőknek ez úgy jön ki a lépés, és a gyerek is szívesen van, akkor lehet az, hogy ott maradjon egy tetszett hónapig. Tetszett említeni, mielőtt még bejöttünk ide a stúdióba, hogy autista gyerekek is voltak a táborban. Ugye azt tudjuk, négy hogy... autista kisgyerek volt. És ugye őket azért elég nehéz kezelni. De ők integrálhatók voltak. Igen. Aha, ez de ment, de ez... azért is nem véletlenül van gyógypedagógus. Uh-huh. Meg azért, amikor elkezdődött ez az egész tábor, szóval azért a 6 évestől a 14 évesig a legkülönbözőbb szocializációjú gyerekeket, képességű gyerekeket, otthonról fölkészített gyerekeket úgy összefogni, hogy ne szaladjon szét, akkor, hogy ne hangoskodjanak, hogy ne legyenek olyanok, akik akkor eljátszák, hogy az alfahím szerepét, és akkor az összes többi ötök közé utánuk megy, hanem tényleg egy közösség legyen. Ahhoz azért olyan kell, aki lelkileg is képes, tehát pedagógiailag is, és gyógypedagógiailag is képes esetleg hiperaktív gyerekeknek a kezelésére, és azokat is integrálni, hogy igen, nekem most egy kicsit nyugalom van, vagy éppen kivinni őket, amikor látja, hogy most nem lehet bent tartani őket semmiképpen az osztályteremben, mert hát a foglalkozások, akkor kimegyünk, leszaladunk az udvarba, és ezért külön köszönet a Váci Mihály iskolának, mert évek óta hozzájuk járunk. Hát ez egy nagyon jó a környezet is. Itt van a Videoton, mellette ott van a Váci Mihály, mellette ott van a Videotonnak a étterme. Tehát egy, mit mondjak, egy 150 méteres sugarú körön belül van az egész. Hát azon kívül, hogy ugye elmennek, mondjuk a tűzoltókhoz elmentek gyalog. Hát igen. Azt is nagyon élvezték, hogy ők elmentek a tűzoltóságra, és micsoda érdekes dolog volt. De akkor leszaladnak az udvarra, nagyon szép, magas, árnyas fák vannak, akkor is, amikor itt hőségriadó van, akkor is a gyerekek nagyon jól érzik magukat, és tudják a pedagógusok, hogy melyik gyerekkel hogyan kell bánni. És akkor nagyon meg vagyunk nyugodva a szülők is, meg mi is, akik felelünk értük ezekért a gyerekekért, a szülők felé, mert azért felelünk értük nyilvánvalóan, akik szervezik a tábort. A Videoton dolgozókért alapítvány kuratóriumának elnökével, Horváth Miklósnéval beszéltünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én nagyon sajnálom, hogy egy gyorsan elment az időm, mert ezzel Köztér című műsorban én szerintem bárki bármikor örömmel beszélgetek. Én nagyon boldogan jöttem ide, mert mondom, hogy ez a szívemnek nagyon kedves dolog, és nagy örömmel csinálom ezt a munkát, és a munkatársaimnak is köszönetet kell, hogy mondjak, akik a háttérben, mert mögött nagyon sok munka van, hogy ez flottul működjön ez a tábor. Hát akkor a gyerekek után szabadon hadd mondjam, hogy hajrá Vidi, hajrá Vidi táborok. Köszönjük köszönöm szépen, és további köszönjük. Jó munkát kívánok. Köszönjük pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.